Útfejlesztés, javában zajlik a Tisza-Vasvári úti felüljáró felújítása. Háború, csak nem 9000-en érkeztek hétfőn Ukrajnából Magyarországra. Tavaszi szünet, az iskolaszüneti napokon is házhoz szállítják a gyerekek ebédjét. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Javában zajlik a Tisza-Vasvári úti felüljáró felújítása. Március eleje óta a híd alatt dolgoztak a szakemberek, kettől azonban a felüljáró déli oldalán kezdték meg a munkát, amely átmeneti forgalomkorlátozásokkal jár, a tervek szerint péntekig, írja közösségi oldalán dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza megyei jogú város polgármestere. Azt írta, kérik az arra közlekedő gépjárművezetők és gyalogosok fokozott figyelmét, türelmét és megértését. A kivitelezés a tervek szerint halad, így minden adott ahhoz, hogy idén augusztusra be is fejeződjön a teljes felújítás. A munkálatok részleteiről a kivitelezőt kérdeztük. Július óta dolgozunk a híd alatt, ott a végleges sóvédő bevonatokat készítjük el, és most a keddi naptól kezdve lezárásra kerül a déli oldali, tehát a város felé menő szélső sáv, forgalmi sáv, valamint a járda, mert a járdán fogjuk elkészíteni a sóvédő bevonatot. Ez várhatóan egy kötője két hétig tart, de a húsvéti ünnepre vissza fogjuk adni a forgalomnak a autók számára a forgalmi sávot. A járda az le lesz zárva várhatóan. Álló halszálkás forgalmi terelés lesz nappal, várhatóan reggel 7-től délután 5-ig. Esetenként, éjszakánként is lehet lezárás, mert lesz éjszakai munkavégzés is, amihez kapcsolódó lezárások várhatóak, de az csak néhány éjszakát érint. Április végén, május elején, amikor a vasúti vágányok felett fogjuk javítani a híd alját, és ott is elkészíteni a sóvédő bevonatot. Várhatóan május végére készülünk el teljesen. Mind a két oldali járdának a sóvédő bevonata van hátra, tehát a hónap második felében pedig az északi oldali szélső forgalmi sáv és járda kerül nappal lezárásra. Csak nem 9000-en érkeztek hétfőn Ukrajnából Magyarországra. Az ukrán-magyar határszakaszon 4587 ember lépett be, míg a román-magyar határszakaszon belépők közül 4280-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. A Beregsurányi segítségponthoz hétfőn több mint 200-an érkeztek. A Nyíregyházi Televízió tudósítója a háború kirobbanása óta folyamatosan tájékoztat az övezetből. A helyszínről Zépintje Zsolt bejelentkezését látják. Vízhatlan bőröndökre, táskákra, esőkabátra, gumicsizmára és esernyőkre lenne szükség a Beregsurányi segítségponton. Erről számolnak be a magyar-máltai szeretetszolgálat munkatársai. Az elmúlt napokban újra megélénkült a határforgalom Beregsuránynál. Egyre többen jönnek újra a belső Ukrajna felől a menekültek, akik először itt találkoznak a szeretetszolgálat munkatársaival, akik információval, melegétellel, itallal, szendvicsekkel látják el őket, és természetesen intézik a továbbutazásukat. Lévén, hogy itt nincs vasúti összeköttetés, kis buszokkal, illetve nagyobb buszokkal tudják továbbvinni a menekülteket Budapestre vagy Nyugat-Európa irányába. A magyar-máltai szeretetszolgálat munkatársai arról számoltak be, hogy az elmúlt napokban 30-40 menekült érkezett, ez jelentősen több, mint az elmúlt két hétben. Arról is beszámoltak, hogy csökkent a felajánlások száma, így aztán itt várják Beregsurányban, Barabáson, Lónyán, Záhonyon, illetve Tiszabecsen is a különböző felajánlásokat. Az látszik mögöttem, hogy a kisbuszok folyamatosan hozzák a menekülteket a határól ide a segítségpontra. Itt látják el őket információval, és itt pihenhetnek meg a menekültek. Ez a jelenlegi helyzet a Nyíregyházi Televízió híradóját Zépintje Zsolt tudósította. A Szociális és Köznevelési Osztály arról tájékoztatta a nyíregyházi bölcsődébe, óvodába vagy iskolába járó gyerekek szüleit, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a szülő vagy a törvényes képviselő kérelmére az önkormányzat biztosítja a jogosultak számára a tanítás nélküli munkanapokon a déli meleg főétkezést. A 850 jogosult gyerekből 480-an igényelték a kétnapi ebédet Nyíregyházán.
Április 14-én csütörtökön, majd a jövő héten kedden, április 19-én 10 és 14 óra között érkezik a meleg ebéd azoknak a gyerekeknek, akik szülei igényelték ezt. Az önkormányzattal egyébként is szerződésben álló Hungás csoport tagja az Elámen ZRT szállítja a házhoz a lefóliázott dobozokat. A rendszeres gyermekvédelmi kereszteményben részesülő gyermekeket, azon belül pedig a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket étkeztetjük kötelezően. Tehát itt alapvetően szociális feltételekről van szó, a családban az egyfőres jövedelmet vizsgáljuk, és ezek alapján 850 gyermek jogosult Nyíregyházán a szünidei étkeztetésre, de mindig úgy szervezzük ezt, hogy a szülőknek ezt kérni kelljen. Tehát 480-an kérték, hogy annyi adagot rendeljünk meg, amennyi valóban el is fog fogyni, és ne legyen az, hogy kiszállítjuk fölöslegesen. Akkor étkeztetnek ingyenesen az óvodákban, bölcsődékben, ha zárva tart az intézmény. Az iskolások esetében az évközbeni és nyári szünetek munkanapjain. A jogosultság 18 éves korig érvényes, a nyíregyházi lakóhelyel és intézményi jogviszonnyal rendelkező gyerekek és fiatalok számára. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény maga, ez mint egy intézmény, mint egy kategória. Aki úgy érzi, hogy erre rászorul, vagy ezt igényelheti, akkor egy formanyomtatvány vagy jegyzőtől kell igényelni, hiszen ez nem csak az ingyenes étkeztetés kapcsolódhat, feltételes módon mondom, egyéb feltételeknek is meg kell felelni, de például évente kétszer pénzbeli támogatást kapnak a családok az iskolakezdésnél augusztusban, illetve novemberben. Ezen túl például a Szigligeti táborosztatásnál kedvezményt adunk ezeknek a gyereknek a számára, tehát több esetben, több támogatásnál visszaköszön az, hogy valakinek van ilyen jogosultsága. Aki úgy gondolja, hogy támogatásra jogosult, az keresse fel a szociális, illetve az ügyfélszolgálati irodát, és kezdeményezze az eljárást. Az ügyintézés után a város jegyzője egy évre állapítja meg a jogosultságot. A jelentkezés folyamatos, hiszen évközben is beállhat változás a családok helyzetében. 16 csapat 130 óvodása vett részt a nyíregyházi Óviröpi kupán. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Hétfőn délután a Szent István utcán egy robogós és egy autós közlekedett egymás mellett, aki sávváltáskor nem vette észre a mellette haladót. A robogós fékezés közben elesett, az autós pedig továbbhajtott. A rendőrség keresi azt a járművezetőt, aki a baleset részese volt. Szintén hétfőn a Kállói úton több jármű ütközött, a rendőrség helyszínelt és vizsgálta a baleset körülményeit, köztük azt is, hogy a balesetet okozó sofőr fogyasztotta alkoholt. A Szarvas utcán a parkolók egy részét elzárták, a munkálatok idejére sebességkorlátozás, útszűkület és megállási tilalom van érvényben. Kedden a Móricz iskolában kerékpáros kupaversenyt tartottak, a rendőrség számos ügyességi feladattal, tesztlap kitöltéssel és díjakkal készült a diákok számára, ezzel is felkészítve őket a szabályos kerékpározásra. A nyíregyházi Bem József Általános Iskola a Magyar Röplabda Szövetség támogatásával, az Ovi Sport Közhasznú Alapítvánnyal és a Nyíregyházi Sportcentrummal együttműködve megrendezte a nyíregyházi Óviröpi kupát, melynek helyszíne a nyíregyházi Bem József Általános Iskola tornacsarnoka volt. A rendezvény célja, hogy egy jó hangulatú közös játék keretében ismerjék meg az óvodáskorú gyerekek a röplabdát és a zsinórlabdát. A programra 16 óvodás csapat jelentkezett, összesen 130-an vettek részt a versenyben. Bemelegítéssel kezdődött a játék a nyíregyházi Óviröpi kupán, amelynek célja, hogy kifejezetten az ovisokat célozva közelebb hozza őket a mozgáshoz. 6 helyszínen valósult meg ez az országos program, melyek közül az egyik ez a nyíregyházi. Erről már dr. Kovács Ferenc polgármester, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke beszélt az esemény megnyitóján. Nagyon jó érzés, hogy visszatekinteni arra, hogy 14 óvodába építettünk ovi sportpályát, itt, ahol a Bembe vagyunk, felújítottunk mindent, ami a sportoláshoz kell, sőt újat építettünk az udvaron is. Tehát nagyon jók a feltételek, de a legjobb azt látni, hogy a gyerekek mennyire szeretik. Az óvónők, a pedagógusok milyen lelkesen szervezik, és hát szeretnénk folytatni azért, hogy a gyerekeket közelebb hozzuk a sporthoz. Én azt gondolom, ez itt Nyíregyházán egész jól megy, úgyhogy ezt polgármesterként mondom, Röplabda Szövetség elnökként pedig örülök, hogy ilyen kezdeményezések vannak, és ilyen partnerek, mint a
mint a helyszíneken, itt nálunk a városunkban, ugye az óvodák és az iskolák, és ezt szeretnék a jövőben folytatni. Az OVI Sport Közhasznú Alapítvány és a Magyar Röplabda Szövetség már évek óta tervezte az OVI Röpi Kupa beindítását, amelyet idén 6 helyszínre vittek el. Erről már dr. Molnár Andrea, az OVI Sport Közhasznú Alapítvány elnöke beszélt televíziónknak. Békés Csabán kezdtünk, majd folytattuk Kaposváron, most itt vagyunk Nyíregyházán, innen megyünk Balatonfüredre, onnan Szombathelyre, és végül Tatabányán fogjuk befejezni ezt az évet, és reméljük, hogy a következő évben további városokkal fogjuk tudni bővíteni ezt az eseményt. Helyszínenként 100 és 200 gyerek között tudunk megmozgatni gyerekeket. Itt most Nyíregyházán 130 gyerekkel tudtuk ezt a programot beindítani, reméljük, hogy ez a szám nőni fog. A rendezvényen elhangzott óvodáskorban nagyon fogékonyak a gyerekek, és az ügyesség, mint készség ebben a korban a leginkább fejleszthető. Éppen ezért ez a program is arra igyekszik hatni, hogy a labdás koordináció és az ügyesség fejlődjön, majd később bizonyos érési folyamatokat követően pedig a sportolást is kipróbálhassák a gyerekek. Két év szünet után ismét megrendezik a nyuszi futást. Szombaton az atlétikai centrumba várják a mozogni vágyókat. A szervezők számos érdekes programmal készülnek. Ugrálóvár, cukorágyú és élő csocsó csak néhány a kiegészítő programok közül, mellyel készülnek a nyuszi futás szervezői, 29. alkalommal tartják meg április 16-án 10 órától a rendezvényt. A helyszín ezúttal az atlétikai centrum lesz. Több korosztályban indítják a futásokat, és 400 métert kell teljesíteni. Nem igazi nagy versenyt akarunk itt lebonyolítani, kipirult arcokat szeretnénk látni ezen a nagy szombati délelőttön, és azt szeretnénk, hogyha minél többen kijönnének, és persze természetesen azt szeretnénk, hogyha ezt a csodálatos atlétikai centrumot azok is megtekintenék, akik esetleg csak a sajtóba találkoztak vele. Az ünnepélyes megnyitó után az óvodások teljesíthetik először a távot, majd a kisiskolások, a nagyobbak és a családok következnek. A tervek szerint az atlétikai centrum szabadtéri pályáján tartják a nyuszi futást, de amennyiben esik az eső, a csarnokban lesz az esemény. Kategóriánként az első 3 helyezett érmet kap, bár ezúttal az eredmény másodlagos. A járvány miatt az előző 2 évben nem lehetett megrendezni a nyuszi futást, ami az egyik legnagyobb hagyománnyal rendelkező szabadidős esemény Nyíregyházán. Évekig a városi stadion volt a helyszín. Mi is nagyon szerettük ezeket a rendezvényeket, akár a város központban, mindenütt ott volt a Nyíregyházi Sportcentrum szabadidős szervező csapata, és erre is nagyon készültünk, mint hogyha most ez az első lenne ennyi hosszú idő után, hiszen 2 évvel ezelőtt volt az utóbbi, ezért bízunk benne, hogy nagyon sokan ki fognak jönni. A legutóbbi rendezvényen közel 2000-en voltak a városi stadionban, most is bízom benne, hogy nagyon sokan ki fognak látogatni. Egy-egy ilyen szabadidős rendezvény jó alkalom arra, hogy a gyerekek megismerkedjenek a sporttal. Egykoron Bakosi Péter és Helebrand Máté is a nyuszi futáson vett részt először. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. Javában zajlik a tiszavasvári úti felüljáró felújítása. Március eleje óta a híd alatt dolgoztak a szakemberek, kettől azonban a felüljáró déli oldalán kezdték meg a munkát, amely átmeneti forgalomkorlátozásokkal jár, a tervek szerint péntekig. Csaknem 9000-en érkeztek hétfőn Ukrajnából Magyarországra. Az ukrán-magyar határszakaszon 4587 ember lépett be, míg a román-magyar határszakaszon belépők közül 4280-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. A Beregsurányi segítségponthoz hétfőn több mint 200-an érkeztek. A Szociális és Köznevelési Osztály arról tájékoztatta a nyíregyházi bölcsődébe, óvodába vagy iskolába járó gyerekek szüleit, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a szülő vagy a törvényes képviselő kérelmére az önkormányzat biztosítja a jogosultak számára a tanítás nélküli munkanapokon a déli meleg főétkezést. A 850 jogosult gyerekből 480-an igényelték a kétnapi ebédet Nyíregyházán. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!